Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Szilvási Dani vagyok, és ez a BMW Motorsport Formula Student Ausztria vlog sorozatának második része. Itt vagyunk hétfő reggel, tehát a versenynek a harmadik napján, és a mai nap csak is kizárólag a dinamikus gépátvételekről fog szólni. A csapat egy része már kim van, úton vannak a pályára és pakolnak. Mi szorosan követjük őket, nézzük, mit hoz számunkra a Red Bull Ring, menjünk a pályára! Meg is érkeztünk a festői Red Bull Ringbe, egyszerűen tényleg lélegzetelállító elnézni a távolba a hármas kanyar irányába, és látni, hogy mégis milyen szintkülönbség van ezen a pályán. Egyáltalán nem adják át ezt a tévéadások. Közben be is rendezkedtünk a boxba, még talán pár cuccot éppen pakolnak be, és a mai nap vár ránk a legutoljára érkezett pilótánknak az Igres tesztje, hiszen arra tegnap nem volt már idő, illetve még a dinamikus gépátvételek vannak hátra, és gyakorlatilag akkor le is tudtuk a napot. Reméljük a legjobbakat, eddig nagyon-nagyon lendületesen haladunk előre, úgyhogy lássuk, hogy mit hoz számunkra a Red Bull Ring. Sikeresen teljesítette Ádám is itt mellettem az Igres tesztet, úgyhogy Ádám, kérlek, elmesél nekünk, hogy ez micsoda és miért van rá szükség. Igazából ez egy biztonsági próba. Ugye azért van, hogy egy adott időn belül ki kell ugranunk az autóból. Ugye nekünk 5 másodperc áll rendelkezésre. Az Egress tesztre ez annyiból áll, hogy áramtalanítanunk kell, ki kell vennünk a kormányt, ki kell kötnünk magunkat, és utána ki kell ugrani. Ugye ezt kell 5 másodperc alatt teljesítenünk, de ez az Egress teszt nem csak itt létezik, hanem motorsportban, igazából bármelyik szakákban. Ugye van ez a teszt, ez a pilótáknak fontos, illetve hát igen, lényegében a pilótáknak fontos, hogy időben ki tudjunk ugrani. És ha jól tudom, akkor van vége, amikor mind a két lábatok földet ér, ugye? Így van. Uh-huh. Tehát csak akkor állítják meg a stoppát, amikor mind a kettő lábunk a talajra ért. Köszönöm szépen! Pontosan 6:45 van, tehát már 15 perce nem lehet motort indítani, de sikeresen átmentük a tilt és noise teszten. Igaz, ebben voltak komplikációk, de erről mindjárt Havasi bővebben beszámol nekünk. Igen, sziasztok! Igen, hát igazából az egész nap a dinamikus gépátvételről szólt, úgyhogy nagyon nagy részt azzal szívtunk, hogy az autót tologattuk ide-oda, és próbáltuk minden egyes gépátvételi pontnak megfeleltetni. Ugyan nap elején még ráadásul azzal kezdtünk, hogy be kellett pakolnunk a boxunkba, ugyanis a Red Bull Ring az ma reggel nyitott, úgyhogy szigorúan beosztva 10 óra 46 percre kellett bejönnünk és boxot pakolnunk 11:06-ig, de ezt is sikeresen megcsináltuk. Ezután elmentünk tiltesztezni, ami ugye azzal indul, hogy először megtankoljuk az autót, utána pedig megborítjuk oldalra 60 fokkal. Ez igazából elsőre meg lett, úgyhogy nem is nagyon okozott semmi problémát, fel voltunk rá készülve, teljesen jó volt. Ezután pedig megmértük az autó súlyát, ami most a legutóbbi versenyhez képest egy nagyjából fél kilónyi plusz szabályosító súlyt kapott, úgyhogy így volt 210 kiló az autónk. Ezután pedig jött a motor járatás és motor letesztelés, ugye a noise test, illetve előtte a különböző elektronikai biztonsági berendezések tesztje. Ez kicsit elhúzódott, ugyanis ugye a sok tesztelés, illetve a kevés idő miatt az alapjáratunk még nem volt teljesen a megadott 103 decibel körül, de hála az égnek felkészültünk arra, hogy ezt orvosoljuk, úgyhogy különböző felszerelhető alkatrészekkel, valamint egy minimális alapjárat állítgatással sikerrel vettük még a mai napon a noise tesztet, mind az alacsony, mind a magas fordulatszámon. Sajnos végül a féktesztre ugye nem maradt időnk, ahogy te is mondtad, de semmi probléma, hiszen holnap még itt van az egész napunk arra, hogy ezt megcsináljuk. És igazából már csak ez kell ahhoz, hogy a dinamikus versenyszámokat meg tudjuk tenni. Toljuk is éppen vissza az autót a műhelybe, és megcsináljuk azokat, amiket a holnapi féktesthez elengedhetetlen megcsinálnunk. Igazából Havasi szuperül összefoglalta, ennyi is lett volna a mai, tehát a hétfői napunk, a hétfői napunk a Red Bull Ringen. Most visszatoljuk az autót, megyünk vissza a kempingbe, vacsizunk egyet, és onnan még jelentkezünk. Vissza is értünk a kempingbe,
már készülünk a vacsorára, ezután még hátra van egy megnyitó rendezvény, és igazából utána vízszintesbe is tehetjük magunkat. Ennyi lett volna igazából a mai nap, holnap vár ránk az összes statik, tehát a custom manufacturing, a businessman presentation és az engineering design versenyszám is, illetve utána elmenjünk break tesztelni, hiszen már csak az van hátra a scrutiny ringekből, és utána szágulthatunk tovább test trackre, úgyhogy lássuk, mit hoz a holnap. Mi itt vagyunk egy estével később, tehát másnap reggel, bár ez nektek csak pár másodperc volt. Jelenleg itt vagyunk a Red Bull Ringen, és ma kifejezetten korán érkeztünk, hiszen kezdődnek hamarosan a statikus versenyszámok itt fenn a terasz mögött egy ilyen nagy teremben. Úgyhogy lássuk, hogy mit hoz nekünk az engineering design és a custom manufacturing, de Havasi már fenn van, és ő bővebben be fog erről számolni, úgyhogy át is adnám neki a szót. Köszi Dani! Igen, most végeztünk a statikus eventeknek a kétharmadával, a custom manufacturing eventtel és a engineering design eventtel. Egészen rendkívül, amikor egymás után kell mind a kettőt megcsinálni, úgyhogy nagyon fárasztó volt, de egész sikeresen teljesítettük mind a két eventet. Az engineering design eventünkről nagyon jó feedbackeket kaptunk, és tényleg úgy érezzük, hogy nagyon jól sikerült, mert minden kérésre tudtunk válaszolni, és a bírák is elégedettnek tűntek, úgyhogy jól érezzük. A custom manufacturing event pedig szintén egészen húzós volt, mert nagyon-nagyon komoly és megterhelő kérdéseket tettek fel, de azokat a kérdéseket is nagyon jól vettük, és úgy érezzük, hogy teljesítettük az akadályokat, szóval szerintünk nagyon jól sikerültek, de a holnapi feedbackben ez ki is fog derülni, hogy ténylegesen hogy sikerültek. Ez viszont majd csak a holnapi videóból derül ki. De térünk is ide vissza, hiszen most, hogy letargoncáztuk az autót, ami hozzá kell tennem, hogy nagyon extra volt, át is fogunk gurulni a break tesztre, ugyanis ez az utolsó gépátvétel, ami hátra van számunkra, és hogyha ez megvan, mehetünk tesztekre, majd holnap jönnek a dinamikus versenyszámok. Ezekben a percekben is még próbálkozunk a break teszten, ugyanis sajnos valamiért nem sikerül megtalálni az ideális fékerő elosztást. Viszont úgysem nyugszunk bele addig, amíg nem sikerül az utolsó gépátvételünk se, hiszen utána mennénk test trackre. Viszont egy aktuális dolog az az, hogy a csajok most végeztek a businessman presentationnel, és ha jól csiripelték a madarak, akkor kifejezetten jól ment nekik, de mindjárt ide érkeznek, úgyhogy hallgassuk meg tőlük a személyes élményeiket. Sziasztok! Dani nem hazudott, tényleg jól sikerült. Szerintünk kihoztuk belőle a maximumot, amit lehetett. Nem volt sok felkészülési időnk, de szerintem minden nap készültünk, nagyon sok energiát és munkát beletettünk, ezért nagyon kíváncsian várjuk az eredményt, reménykedünk egy finalban, de ki tudja? A judge-ok körülbelül 5-6 kérdést tettek fel nekünk a Q&A-ben, igaziból az, ami válaszolt rájuk végig, nagyon ügyesen csinálta, ahogy befejezték a judge-ok a kérdést, az, ami már rögtön válaszolt rá, és nagyon szépen válaszolt rájuk tényleg, illetve még a judge-oknak készültünk egy kis meglepetéssel, mivel a vállalkozásunkkal, a bizniszünkkel egy bukletet készítettünk nekik, amit egész végig lapozgattak, és meg is tarthatták őket, és ennek nagyon-nagyon-nagyon örültek, és a végén azt mondták nekünk, hogy reméljük, hogy találkozunk holnap a finalben. Köszönjük lányok, tényleg szuperek voltatok, az egész csapat nevében szerintem gratulálhatok nektek, és közben az autó, képzeljétek el, hogy még a break tesztet is sikeresen teljesítette, ezzel nagy kő esett le a szívünkről, ugyanis az összes gépátvétel megvan, és át is száguldottunk tesztekre, ahol pár nagyon látványos kört tettünk. Ezután pedig már készülünk a nagy csapatfotózásra, ami még lehet, hogy elmarad, hiszen jelenleg hevesen rákezdett az eső. Engedjétek meg, hogy most kitérjek arra, hogy elmondjam, hogy milyen drasztikus és tényleg a két véglet itt a jelenlegi időjárás, ugyanis az egyik nap még megfőttünk a közel 30 fokban, majd ma délelőtt ez még folytatódott, de így esténként néha szemerkélt az eső, és most meg úgy rákezdett, hogy lehet a csapatfotózás is elmarad, úgyhogy még mi sem tudjuk igazából, hogy hogy zárul a mai napunk, de egy biztos, hamarosan megyünk vissza a kempingben, legyen csapatfotó, vagy nem legyen csapatfotó, vacsorázunk egyet, és ennyi is lett volna a mai napra.
A következő részben már láthatjátok a dinamikus versenyszámokat, de most én el is köszönnék, úgyhogy ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és hogyha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan haladunk az autónknak a versenyszezonjával, és milyen eredményeket érünk el az FRC 11-el, különösen itt Ausztriában, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és ne felejtsétek el a kis csengőt sem benyomni, továbbá kövessetek minket TikTokon, Facebookon és Instagramon is, a következő videóban találkozunk, hajrá motorsport, sziasztok!